Gábor a Márk vagyok, Budapestről jöttem. Gergely Rutinak hívnak, New Yorkból jöttem. Baricsán István vagyok, Nyírbogátról érkeztem. Szabó Amália vagyok, Kémerről érkeztem. A nevem Kui Krisztián, Csíkszeredából jöttem. Sárkány Salomé vagyok, Marosvásárhelyről érkeztem. Sokan sokfélék vagyunk, és sokféle helyről származunk. Mindenkinek más az a csomag, amit otthonról hoz. Lehet, hogy bennetek is megfordult már a kérdés, hogy Isten vajon mindenkinek egyenlő esélyt ad arra, hogy megismerje őt? A következő kérdés, vagy ebben a videóban mondhatnánk, azt a kérdést boncolgatjuk, hogy Isten vajon egyenlő esélyt ad-e minden embernek, hogy őt megismerje? A kérdés megválaszolásában segítségül hívtuk Uzonyi Barnabást. Hallgassátok, hogy ő mit mond a témáról. Sziasztok! Nagyon érdekes a téma, ami elhangzik. Próbálnék egy néhány percbe megosztani veletek néhány dolgot, amit akár az igéből, akár az elmúlt évek tapasztalataiból látunk. Az egyik az egyenlő esélyek kapcsolatban az, hogy az alap kiindulás az kell, hogy legyen, hogy van egy igazságos Isten, egy szerető Isten, és mivel ő igazságos és szerető, ezért nem tehet olyat, amit igazságtalan lenne. Még akkor is, hogyha mondjuk az igazság érzetünket valami zavarná, nekünk csak igazság érzetünk van, de ő maga az igazság. Ezért ezt jó tudni, hogy még ha valamit nem is értenénk, de azt tudom mindig, hogy az Isten igazságos és szerető és szent, és ő egy jó Isten. És amit pedig látunk szerte a világon, az az, hogy azok az emberek, akik keresik őt, azok megtalálják. Akár úgy, hogy Isten helyez melléjük, köréjük valahol a keresztény embereket, akár egy befogott rádióhullámon keresztül, akár az interneten keresztül, de ami ma nagyon-nagyon nagy száma megtörténik, hogy szerte a világon emberek álmokon keresztül megtalálják az Istent. Van egy statisztika, hogy a megtért muszlimoknál 10-ből 8 alkalommal volt álom a megtérés során, valamilyen fokon, valamilyen formában. Ezt mi is látjuk és tapasztaljuk, hogy Isten munkálkodik mindenhol a világon, és én ebből azt látom, hogy azok az emberek, akik az Istent keresik, azok megtalálhatják. És amikor mondja a Biblia, hogy közel legyetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok, akkor ő ezt nagyon komolyan gondolta. És akiket látunk, akár itt Magyarországon, akár távolabb, azt látjuk, hogy emberekben van egy éhség, és elkezdik keresni az Istent, és valami elképesztő módon, elképesztő izgalmas, és különböző, és színes módokon, de az emberek megtalálhatják az Istent. Pontosabban az Isten megtalálja ezeket az embereket, akik őt keresik. És nekem ez egy nagyon nagy bátorítás, hogy az Isten nem felejt el senkit, ő ott van mindenhol, nem számít az, hogy ide születtem, vagy egy nagyon más területre, egy kis szigeten, vagy a sivatagba. Én azt látom, hogy az Isten működik, hogy az Isten válaszol, és akik őt keresik, azoknak ő bemutatkozik, és megmutatja magát. És amit Jézus mondott, hogy az ajtó előtt áll és zörget, és hogyha valaki meghallja ezt, és kinyitja az ajtót, akkor Jézus bemegy ahhoz, és vele vacsorál, ezt ő mai napig komolyan teszi. És fantasztikus ezt látni, hogy szerte a világon, és az is, hogy itt Európában emberek megtalálják az Istent. És az egyenlő esélyről még talán annyit, hogy nem is tudom talán, hogy kinek lenne több esélye, akár itt Európában, vagy messze a világon megismerni az Istent, hiszen pont azokon a területeken, amikre mi azt gondolunk, hogy távoli területek, legalábbis tőlünk távoliak, és elzárt, elszigetelt területek, olyan ébredési híreket hallunk és látunk, amik egészen káprázatosak. Míg mondjuk Európában lehet, hogy néha pont az ellenkezőjét látjuk. Tehát én azt látom, hogy közeledik Istennek az a nagy napja, hogy visszajön. Az az ébredés, amiért annyian imádkoznak, azok a nagy meglátogatások, azok itt vannak a küszöbön. És nekem az a vágyam, hogy ne csak szerte Afrikába és a közel-keleten, Ázsiába lehessen olyanokat olvasni, hogy Isten csodálatos módon a tömegeknek megjelenik, és minőségben és mennyiségben növekszik az egyház, hanem ez történjen meg itt, a hazánkban, Európában, az országainkban, a városainkban.